Itt ebben az egészben, ami az én bűnöm, amit vállalok is, az a konstruktív bizalmatlansági indítvány volt. Amit rengetegen szittak akkor is, én csak azon mosolyogok szépen magamba, hogy azóta már mindenki volt kormányon, mindenkinek volt kétharmados lehetősége, és érdekes módon senki nem változtatta meg. A lehetett itt új alkotmány, régi alkotmány, az a szabály maradt. Én bennem akkor az merült fel, hogy ezt tehát nem véletlen, ezt azért, bocsánat, azért mondom el, mert szokták átkozni a konstruktív bizalmatlansági indítványt. Én bennem az merült föl, hogy nézegettem az alkotmányokat, és hogy a fenébe van az, hogy a németeknél van konstruktív bizalmatlansági indítvány, meg a spanyoloknál. Miért? Hát az egyiknek volt egy Hitlere, a másiknak meg egy Frankója. Nem véletlen, hogy pont, és máshol nincsen. És megmondom őszintén, hogy utólag is, hogyha visszagondolok, szóval kirúgni valakit piszok könnyű. Azt viszi a nagy lötyös indulat, megnyomjuk a gombot, aztán hadd menjen. És mi lesz utána? Hogy már lesz újabb miniszterelnök? Hogy lesz kormányzás? Úgyhogy én őszintén szólva, akkor arra gondoltam, és ezt vállalom most is, hogy rendben van, váltsatok, fiúk, romboljatok. De csak akkor, ha egyszerre építeni is tudtok. Mert ha nem, akkor csönd. Ugye az eredeti javaslatot, csak hogyha jelezhetem, ugye úgy nézett ki eredendően, hogy a miniszterelnököt az összes képviselőnek a többsége választja, tehát nem a jelenlévők, hanem az összes. Bizony. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, viszont a parlament egyszerű többséggel, tehát a jelenlévőknek a többségével, és ez ugye lehet, hogy óráról órára változik. Hát persze, tehát persze. A jelenlévőknek a többségével leválaszthatná az összes többség által megválasztott miniszterelnököt. Igen. És bónuszként ugye bizalmatlanságit lehet a miniszterek ellen, tehát nem a miniszterelnök ellen, hanem a miniszterek Igen. ellen, vagyis a parlament eltávolíthatná azokat a minisztereket. Akiket a miniszterelnök oda választ magához, akikkel dolgozni tud, marha jó. Oda pakolunk mellé mindenkit, aki meg nem tud, akivel nem tud együtt. És utána egyesével lehet szalámizni a minisztereket. Lehet szalámizni, és akkor jön a jogbiztonság.